Szeretettel köszöntöm Önöket a Bédekerben. A mai adásban elmegyünk a Messze-Dübörgőhöz, aztán megnézzük a Gyapotvárat és a gyönyörű lovak földjét. Első útunk Kanadába vezet, azután pedig Törökország lesz az úti célunk, és megtudhatják majd azt is, hogy mit rejtenek ezek a nevek. Vendégem itt a stúdióban Pancsi Károly idegenforgalmi szakértő, a Harris Travel szakemberek. Köszönöm szépen, hogy itt van, Károly. Én is köszönöm a meghívást. Kanadába megyünk először, de nem csak Kanadába, hanem egy ilyen körutazás, amire egy magyar turista elindulhat, sokkal több mindent vállal. Mit vállal, és mennyire teljes ez az út, mondjuk egy ilyen körút, amiben az Egyesült Államok egy része benne van? Hát ketté kell választani, mert Kanada és Amerika kellőképpen nagy terület, szinte egy teljes északi kontinens tesz ki, ezért célszerűbb összpontosítani vagy a keleti part, vagy pedig a nyugati partra. A keleti part talán egy kicsit elérhetőbb, nagyon sok magyarnak érként rokona, tehát vannak igazi indokok is, hogy családlátogatás miatt útra keljenek, de nagyon sokan viszont a kíváncsiság, a kalandvágy az, ami miatt ellátogatnak az Egyesült Államok, illetve Kanada keleti részére. De gondolom, aki rokonokhoz megy, és mondjuk egy körutazásra befizet, az elválik a csoporttól, vagy ő is felfedezi, mert lehet, hogy már sokat szor megy, csak kíváncsi vagyok, hogy tudnak-e olyat mutatni, amit esetleg még olyan nem látott, akit a rokonok visznek mondjuk New York utcáin. Meglepő egyébként, egyre többen választják azt a kombinációt, hogy utazási irodával a rokonlátogatást összekötik, tehát egy kulturális körutazással, vagy a látogatást előbejtik meg, és ott kint csatlakoznak egy-egy csoporthoz, vagy pedig a körutazás után válnak le a csoportra, és mennek tovább egyénileg a rokonokhoz, mert a kint élő rokonok vagy nem vállalkoznak ilyen hosszú útra, vagy adott esetben inkább együtt töltik azt az időt, mint egy társas utazás résztvevőivel, vagy egy olyan megáldott idegenvezetővel, aki reggeltől estig gyalogoltatja a csoportot. Hát de az is lehet, mivel a terület nagy, meg a látnivaló is rengeteg, lehet, hogy egyszerűen ők maguk sem ismerik, hogy mi az, amit meg kellene nézni egy utazónak. Ez így van, de itthon Budapesten vagy Magyarországon, ha bóklászunk az országban vagy a városokban, akkor ugyanez a helyzet. Nézzük akkor, hogy milyen városokat érinthet egy ilyen körutazás, és mennyi időt töltünk az Egyesült Államokban, és Kanadában mi az úti cél? Körülbelül egy 2 hét az az időtartam, ami alatt azért nagyjából a keleti partnak az úgynevezett csúcspontjait végig lehet látogatni. A legkönnyebben és a viszonylag a legolcsóbban New Yorkot lehet elérni, illetve New Yorkból lehet visszarepülni. Hát New Yorkra minimum 2-3 napot az a minimum, amit rá kell szentelni, ott is szisztematikusan felépítve, hogy Manhattan melyik részét vesszük górcső alá egy-egy nap. Aztán érdemes fellátogatni Bostonba, Bostonból érdemes átmenni, ha már körutazáson vagyunk, Kanadába, tehát elsősorban a francia tartományba, Quebecbe, és Montreal, aztán Quebec City, vagy a helyiek, ahogy szokták említeni, Quebec City, ezek mindenféleképpen legyenek benne a programunkban, de természetesen a kanadaiak fővárosa Ottawa, Toronto, a Niagara vízesés, ami mindkét országot érinti, és aztán, hogyha visszajutunk az Egyesült Államoknak a déli részére, délebbi területére, természetesen a jelenlegi fővárost, Washington DC-t sem szabad kihagyni, illetve Philadelphia városát is érdemes felkeresni, mert nagyon sok magyar vonatkozású emlék is kapcsolódik ezekhez a helyszínekhez. Jöjjenek a képek New Yorkról, és én a New Yorki turisztikai hivatalnak a honlapjáról kerestem érdekes anyagot, amiben végigviszik, hogyan lehet gyalogosan megnézni a legfontosabb látnivalókat, úgyhogy ezt látják most a nézők, viszont mi beszéljünk arról, hogy mi az, amit mondjuk tényleg be lehet járni egy-két nap alatt New Yorkban. Legendás helyek fontosak, vagy hogy is mondjam, azok a helyek, ilyen általános turisztikai látnivalók, olyat esetleg, amit a filmekben lát, vagy mit mutatnak meg? Hát a New York-i tartózkodás az igazából, amit mi ismerünk, az Manhattan. Tehát az az 5 kerületből, vagy az 5 nagyobb területéből New York City-nek. Ez az egyik leglátottabb a filmekben is, a filmsorozatokban is. Ez 2 részre osztható, alsó Manhattanre és felső Manhattan területére, és ugye ezt a 2 részt választja el szinte majdnem az Empire State Building épülete, ami egyben a legnagyobb felső
felhőkarcolónak számít. Célszerű mindenképpen fölmenni az Empire State Building tetejére a kilátóba. Gyönyörű panoráma tárul az ember elé, akár a Hudson folyót nézi, akár a keleti folyó területét, vagy átnéz Brooklynba, vagy már New Jersey területére, de látja a Central Parkot, a város zöld tüdejét, ami megint csak egy ilyen kalandos hely, vagy a Sex és New York című filmsorozatból visszajön, vagy jó néhány olyan amerikai filmből, ami ezt a várost próbálja valahogy bemutatni, de az Empire State Building-től tudjuk szétosztani igazából a látnivalókat. New Yorkban, hát az ember reggeltől estig az utcán van, de éjszaka sem alszik a város, tehát ez az a város, ahol soha nem alszik ki a fény, és mindig valamilyen esemény, valamilyen kulturális dolog történik, csak meg kell találni az igazán jó helyeket. De ha az Empire State Building-től indulunk el, akkor mindenféleképpen, ha megyünk föl Harlem irányába, akkor ezek azok a részek, ami kicsit legenda is, kicsit nosztalgikus rész, nagyon sok látnivaló van. Itt van a Central Park, ez a gyerekeknek is már nagyon sokat mond a különböző rajzfilmekből, illetve hát a gyerekfilmekből, de itt található a Dakota ház, ahol ugye John Lennon is élt, akkor a Strawberry Field, ahol a tragikus esemény történt, vagy megint csak amerikai filmekben ugye az a természettudományi múzeum, ahol éjszaka felélettek az állatok, illetve az ott lévő hősök, de itt található még a Metropolitan Opera ház, tehát ahogy megyünk föl Harlem irányába, a Columbus Circle, tehát az a híres hát körforgalom, ahol az irodaházak, a toronyházak megtalálhatóak. A Metropolitan, a New Yorki Metropolitan, mint operaház, ahol nagyon sokszor magyar kulturális rendezvényeket is tartanak, illetve itt a világhírű magyar származás művészek fergeteges hangversenyeket mutatnak be, vagy éppen egy-egy opera előadáson vesznek részt. De ha átmegyünk a másik oldalára, itt található az 5. sugárút közelében, illetve az 5. sugárútnál a világ legnagyobb zsinagógája, az Emmanuel zsinagóga, ami megint csak számos olyan magyar gyökerekkel bír, amit igazából ott szoktunk megmutatni, de ha följebb megyünk a Harlem irányába még, akkor természetesen az egyetemi negyedet sem szabad kihagyni, a West Side Story-nak a helyszínét sem, de visszatérve a Metropolitan Múzeum, ami megint csak itt a Central Park területén található, vagy a világhírű Frick gyűjtemény, ugye az acélmágnás, aki a városra hagyta vagyonát, és egy ilyen állandó kiállítás van, vagy akár a Guggenheim Múzeum, amit érdemes megnézni, gyönyörű egyébként maga az épület, időszakos kiállításokat is rendeznek, és akkor egy napunk már eltelt, de igazából még innen érdemes hajóval is körbejárni a várost, ugyanis szerveznek olyan hajókirándulásokat, vagy indítanak másfél órás, két órás hajós városnézéseket, ami megkerüli Manhattannek a területét, illetve a Szabadságszoborhoz is kimegy. Vannak olyan hajós programok, ahol ki is lehet kötni, ki lehet szállni, de innen hajóról is érdemes megnézni magát a területet. Aztán, hogyha az alsó Manhattan felé megyünk, természetesen még nem szabad nagyon eltávolodnunk az Empire State Building-től, de a Central Parktól már jövünk lefelé, akkor mindenféleképpen a Szent Patrik Székesegyház, ami az Egyesült Államok egyik legnagyobb római katolikus temploma, de a Rockefeller központ, az ENSZ székház, ahova be lehet menni, hogyha nem tartanak olyan nemzetközi konferenciát vagy ENSZ gyűlést, látogatható, és nem elsősorban hozzá kell tenni, hogy ingyenesen megtekinthető az ENSZ központ, ott is vannak szervezett látogatások, de emellett még a Broadway, tehát az maga a kötelező program mindenkinek, bocsánat, a Times Square, tehát ezek mind egy helyen vannak. Ez az adás, amiben én hátradőlök tényleg, és nagyon keveset fogok kérdezni, mert egészen fantasztikus, ahogyan a képekkel együtt, meg hogyha éppen nem látjuk a képeket, akkor is föl tudja idézni, hogy mi az, amit látnunk kell, csak én nekem nagyon soknak tűnik ez, tehát ez élvezhető, ez a tempó, mert azért... Igen, ez, én évek óta csinálom már csoportokkal, és azért élvezhető, mert hogy az ember direkt felső Manhattant és alsó
Manhattant így szétszedi, sőt, mi több az utasoknak még lehetőségük van, meg én mindig adok a keleti parton, muszáj néhány óra szabadidőt, akár az, nem csak a fiziológiai szükségetekre. Nem, hanem ahova bemegyünk, ott nem hagy bennünket a tatár. Uh-huh. Tehát igazából van idő, tehát New Yorkot az ember vagy érzi, és együtt lüktet a várossal, mint ahogy ezt nagyon sokszor szoktuk is mondani, de látni is kell. De ha meg metróval csináljuk végig, akkor is élvezhető, de igazából két nap alatt, tehát két teljes nap alatt azok a főbb látványosságok, amiket az előbb mondtam, vagy amit még érdemes ugye az alsó Manhattani terület felé megnézni mindenféleképpen, a Brooklyn Heat, tehát az hozzá tartozik, magához, New York látványához, vagy adott esetben a Grand Zero, amit beépítenek a volt világkereskedelmi központ helyén, vagy például a legeslegalsó rész a Battery Park, ahonnan megint csak hajókirándulásokat szerveznek a Szabadságszoborhoz. És itt a Battery Park közelében található még a Wall Street, ahol ugye a pénzügyi döntések, az egész világot meghatározó pénzügyi döntések zajlanak, tehát még ezt is meg lehet nézni, és tényleg van az embernek ideje arra, hogy leüljön, kávézzon, nézelődjön, ebédeljen, és élvezze magát a város. Aztán egy vásárlása Macy's-ben, ami ugye megint csak minden filmben, ami New Yorkban játszódik, meghatározó helyszín, de ha valaki egy kicsit több pénzt szeretne költeni, akkor az 5. sugárút vagy a Madison Avenue környékén is nagyon jól lehet vásárolni, vagy csak nézelődni. De hát ez kell, tehát két nap minimum kell, két teljes nap New Yorkra. De egyébként a New Yorki panoráma, ha valaki ingyen szeretné megnézni, nem akar se az Empire State Buildingre fölmenni, nem akar helikopterezni sem, akkor elég, hogyha átmegy New Jersey-be, és New Jersey partjáról, tehát a Hudson folyó másik oldaláról annyira gyönyörű panoráma látszik az egész városra, hogyha csak oda kiül egy fél órára, vagy egy órára, akkor igazából érzi mindazt, amit akár bebarangolhatott, vagy ami hozzátartozik New Yorkhoz. Washington ehhez képest, mondjuk ehhez az élményhez képest, mit kínál? Csak hogy mennyire különböző a két város jellege? Washington, az a Washington DC hozzá kell tenni, mert ugye más Washington is van New Yorkban, bocsánat, az Egyesült Államok területén, tehát más állam. Ez egy épített város. Ez egy közigazgatási fővárosa az Egyesült Államoknak, és ez a város, ez egy alvó város, ez egy ilyen igazi adminisztratív, nyugalmas központnak mondható New Yorkhoz képest. Washington lassabb is a tempó? Sokkal lassabb. Buszból nagyon kényelmesen bejárható, tehát a Pentagon épületét kívülről nagyon jól lehet látni. Az Arlington temetőbe muszáj elmenni, mert ez is hozzá tartozik Washington látványához, és a város tervezője ott nyugszik fönt a temető legmagasabb pontján, de a Kennedy sírokat is itt találhatjuk, illetve itt vannak azoknak a katonáknak a sírhelye is, akik az Egyesült Államok miatt vesztették életüket, de nem csak férfiak, hanem nők is, tehát polgári szolgálatot teljesítő egészségügyi dolgozók is, de a látnivalók közül a Jefferson emlékmű, aztán a Lincoln emlékmű, ugye, mint az Egyesült Államok volt elnökeinek az emlékműve, aztán a Washington emlékmű, ami már az úgynevezett Mall-nál található, ahol találjuk a múzeumokat is. A múzeumok itt Washingtonban ingyenesek, más városokhoz viszonyítva. Itt a légügyi és űrhajózási múzeum, amit okvetlenül érdemes megnézni, mellette az Indián múzeum, aztán a Nemzeti Galéria épülete, a botanikus kert, de az egyik kedvencem, ahova még beszoktunk menni így építészeti csodaként is, visszacsöppen az 1800-as évek vége, 1900-as évek eleje, az a
vasútállomás, tehát a Union Station, ahova tényleg olyan, hogy bemegy az ember, étterembe, vásárlóközpont, tehát gyönyörűen felújított szecessziós épület belső, tehát fantasztikus maga ez a látvány is, de természetesen még a Fehérház az, amit megint csak érdemes megnézni, de csak kívülről tudjuk mindkét oldalról. De rengeteg látnivaló van igazából a Georgetown, ahonnan maga az egész washingtoni terület kiindult, az egyetemi negyeddel, illetve magával a katedrálissal, tehát Washington egy napot mindenféleképpen, de New York az 2-3 nap, kinek mennyi ideje van rá. Mennyi jut egy ilyen kéthetes utazásból Kanadára? Tehát, hogyha nézzük, tehát az előbb az útvonalban Boston, tehát ott is mindenféleképpen érdemes legalább egy fél napot, de egy napot azért úgy eltölteni, igen, hiszen a bosztoni te a délután, meg. Azt most nem, tehát nincs benne a képekben, tehát arra érdemes átjutni Kanadába, de Kanadában, tehát Montrealra egy teljes napot, Quebecre, vagy Quebecre, hogy ők mondják, az egyik csodára, tehát mini Párizsra, vagy mini Franciaországra, a Szent-Lőrinc folyópartján kiépült városkára szintén egy napot érdemes eltölteni. Ottava körülbelül egy olyan, hát annak függvénye, hogy mennyi időnk van, de minimum fél nap, egy nap, de ahogy megyünk le Toronto irányába, az Ezer-szigetnél érdemes mindenféleképpen a Szent-Lőrinc folyón egy 2 vagy 3 órás hajókirándulást is tenni. Aztán, ha van még egy kis időnk, akkor Kingston felé venni az irányt, vagy pedig le közvetlenül az Ontario tópartján található Torontóra, Kanada egyik legnagyobb városára, központjára, Ontario fővárosára. Szintén ott is egy nap igazából úgy elmegy reggeltől estig, ha az ember szemügyre veszi magát a várost, egy kicsit szeretne ejtőzni, vásárolni, és aztán természetesen a Niagara vízesés a kanadai oldalról sokkal látványosabb, sokkal szebb, sokkal több, tehát többet ad a látnivaló, mintha csak az amerikai oldalról néznénk. Erről beszéljünk egy picit többet, egyrészt azért, mert gyönyörű felvételeink vannak róla, és ön hozta a felvételeket, tudja, hogy ki készítette, ezt mindenképpen mondjuk el. Dr. Mudri István készítette ezeket a felvételeket, illetve ezt a kis filmet. Egy nagyon kedves törzsutasunk, aki profi filmes, és nagyon sok úti beszámolót szokott így a társas utazások alatt készíteni az iroda részére. Mennyivel több a Niagara vízesés látványa, élménye, mint pusztán egy hatalmas víztömeg? Ugye azt mondtam, hogy messze dübörgő, ezzel kezdtem az adást, ez az indián elnevezése ennek a csodának, de kíváncsi vagyok, hogy mondjuk a képek azért visszaadják, hogy milyen élmény, de hogy milyen hatása van. Ha az ember közvetlenül ott a vízesés közelében tartózkodik, szinte nem lehet hallani semmit, mert valóban messze dübörgő. Több vízesés található itt, a legnagyobb az a patkó alakú vízesés. Ez az, ami igazából majdnem minden felvételen megtalálható. Ezt a kanadai oldalról, a Skylandból, a toronyból is nagyon jól lehet látni. Az amerikai oldalon még van 2 kisebb vízesés, és hogyha az amerikaiak nem váltják ki az útlevelet, hogy átjöjjenek a kanadai oldalra, akkor ők csak ezt a 2 kisebb vízesést látják onnan. Az egyik alá is lehet menni, illetve mindkét oldalról ezzel a kötfátyol leánya elnevezésű hajójárattal lehet eljutni a vízesés közelébe, ami megint csak egy ilyen fantasztikus élmény, mert az ember közelről is tapasztalja a természetnek azt az erejét, ami félelmetesen dübörög alá ott az amerikai és a kanadai határon, tehát nagyon-nagyon élvezetes, illetve helikopterről is meg lehet nézni, valamint kis repülőgépekkel is fölviszik a kíváncsiakat, vagy az érdeklődőket, hogy fölülről és ezt a természeti csodát meg tudják nézni. De ha valaki nem szeret repülni, akkor a toronyból teljes mértékben érződik minden. Aztán a kanadai oldalt még azért is szeretik nagyon a turisták, mert Ontario államban ez volt az első jelentősebb turisztikai központ, ahol elsőként kaszinót nyithattak. Tehát
tehát kaszinózni is nagyon szívesen járnak oda, nem csak a turisztikai látvány miatt, illetve hát vásárolni, valamint a közelben található egy nagyon kellemes borvidék, ahol a világhírű jégborokat, kanadai jégborokat készítik a későn szüretelt szőlőszemekből, tehát borrégió is. Kanadának ez egy nagyon fontos helye, hiszen a legdélebbi pont, tehát a legmelegebb pontok közé tartozik, ha a Kanada részét nézzük, és nagyon sok helyi turista is, kanadai állampolgár is ellátogat ide a Niagarához, és a nászutasok nagyon-nagyon kedvelik ezt a kis várost. Még egy fontos dolog ezzel a körutazással kapcsolatban, hogy valami olyasmiről beszélünk, és olyankor, ami nyilván sokaknak a vágyálma, és az ember gondolkodik, hogy reális-e, hogy most erről beszélünk, hogy valaki elutazzon az Egyesült Államokba és Kanadába egy kéthetes körutazásra, hogyha egyénileg mennénk, és nem tudom, az van versenyben egy ilyen körutazással, akkor fontos arról beszélnünk, hogy jár jobban az ember. Úgyhogy árakról nyilván nem szólunk itt. De csak egy kicsit viszonyítson azt kérdezni. Ha szállásokat nézzük, jó? Egyébként ez rövidebb változatban is megoldható. Ha valaki a rokonok elsősorban a Egyesült Államok területén, tehát az amerikai oldalon élnek, a kanadai részre csak Niagaránál is át lehet menni egy-két napra, tehát akkor ezt a hatalmas távolságot föl a francia tartomány területére, akkor ezt ki lehet hagyni, tehát akkor New Yorktól egy nap alatt kényelmesen le lehet jutni a Niagara vízeséshez, de ez a keleti parthoz igazából hozzátartozik. Az árak azok elég szélsőségesek, a legdrágább talán a Niagara és New York városa. Ha valakinek nem okoz problémát a nyelv. Ma már ugye szinte nagyon sokan utaznak egyénileg, viszonylag olcsó repülőjegyeket is lehet találni. Akkor ha nem Manhattanben van a szállás, hanem akár a Jersey oldalon, tehát New Jersey területén, akár Brooklynban, vagy most már Harlemben is egyre inkább kezdenek a turisták felmenni, tehát a felső Manhattan területére. Ezt a bed and breakfastot nagyon olcsón, tehát akár már 20-30 dollártól per fő per éjszaka, vagy adott esetben szoba ki lehet fogni. De ha valaki még reggelit sem kér, akkor a szálláshelyeket is csak ez a szálláshely is igénybe vehető, tehát ha minél távolabb vagyunk, de metró közelében, vagy adott esetben repülőtér közelében, akkor az árak jóval olcsóbbak, és például egy 3-4 csillagos szálloda is megfizethető, tehát megint csak ilyen éjszakánként, személyenként azt mondom, hogy körülbelül 40-50 dollártól már lehet a külsőbb területeken szállást találni. A reggeli az Amerikában és Kanadában sem kötelező a szobaárhoz, és már vannak bent Manhattanben olyan helyek, ahol 1-2 dollárért már hotdogot és egyéb más dolgot lehet vásárolni. Tehát kint New Yorkban, illetve Amerikában az élelem az legolcsóbbak közé tartozik, tehát pár dollárból már nagyon jól lehet lakni, akár reggelit, akár pedig a főétkezéseket nézem. Nagyon szépen köszönöm. Akkor ezt a témát most befejezzük azzal, hogyha valaki nagyon figyelmesen követte ezt az adást, esetleg elmentette vagy jegyzetelte, akkor nagyjából egy saját körutat is fel tud építeni magának, gondolom. Bízom benne. Folytatjuk a Bédekert, és Kanadából átmegyünk Törökországba. Az egyik út, tehát Kanada az, ami már is betervezhető, tehát mondjuk holnap után lehet indulni. USA-Kanada. USA-Kanada, bocsánat, el ne felejtsem, igen, benne van a kedvence, New York, ez fontos. Tehát, hogy ez most akár júniusban megejthető, de hogyha valaki kifejezetten nyaralni kíván, és egy ilyen láblógatós, pihengetős, családdal elutazós úti célt keres, akkor legjobb Törökország, évek óta egyik legjobb desztináció erre Törökország. De én azt szeretném, hogyha azért kirándulnánk is egy kicsit, de beszéljünk egy kicsit Törökország előnyéről, jó? Tehát miért jó oda menni családosoknak? Törökország nem csak nyáron, hanem egész évben nagyon kellemes úti cél lehet. Hát elsősorban a tengerpart, a földközi tengerpartja, ami igazából több száz kilométeren keresztül várja a
az üdülni vágyókat, a tengerparti nyaralókat, nem csak felnőtteket, hanem családokat gyerekekkel egyaránt, de természetesen a felnőttek is megtalálják a különlegességet, hiszen búvárkodni, vagy hajós programokon részt venni, akár vitorlásokkal, akár jachtokkal, nagyon-nagyon kellemes kikapcsolódást tud nyújtani, de a nyár az elsősorban, ami leginkább keresett a Török Riviera területén. Hosszan beszélhetnénk még itt a strandok minőségéről, a szállodákról, a gyerekbarátságról, a törökök vendégszeretetéről, de nem fogunk, erről pont nem hoztam képeket direkt, mert szerintem amit meg kell nézni, és ha már ott vagyunk ezeken a nyaralóhelyeken, akkor útba kell ejteni akár ilyen egynapos kirándulásként, az például Pamukkale. Pamukkale olyan különleges hely, ahol ötvöződik a történelem, ötvöződik a természeti különlegesség, és egy nap alatt alapos ízelítőt kap mindkettőből a kiránduló család, vagy kiránduló vendég. Honnan van ez a Gyapotvár elnevezés? A képen már látják a nézők, de nyilván van ennek története, legendája, és engem ez mindig nagyon izgat. Hát igazából ez a látványa fontos. Története nem is annyira, mint a kialakulása. Ugye itt nálunk Magyarországon is Egerszalókon található egy hasonló természeti jelenség. Igazából itt a Mészkő-hegység az, ami ugye adott volt, és egy körülbelül 35 Celsius fokos hőforrás csoport az, ahonnan jön a víz. És a feltörő víz elkezdi oldani igazából ezt a lerakódott mészkő tömeget, és ahogy kisebb medencék alakulnak ki, ezek az oldott ásványi anyagok kezdenek lerakódni, és ezekből a medencékből kifolyó ásványvíz, vagy termálvíz, ami viszi magával ezt az ásványi anyagot, ilyen fonalak, vagy ilyen orsók alakulnak ki, és innen nevezték el, legalábbis legtöbb leírásban ez olvasható, innen nevezték el Pamut vagy Fonal városnak ezt a területet. Mi az, amivel telik itt az idő? Mert ugye, hogyha családokra gondolunk, és mondjuk felelősségteljes szülőkre, akkor átgondolják, hogy 35-40 fokban érdemes-e mondjuk kisebb gyerekekkel elindulni egy ilyen kirándulásra. A látvány miatt nyilván érdekes, és most nem feltétlenül azt, arra vagyok kíváncsi, hogy van-e a Gyapotvárosban, vagy Gyapotvárban animáció, tehát nem ez a fontos, hanem hogy tényleg, tehát hogy mivel telik az idő, be tudnak, el tudnak húzódni? Hát gyerekekkel, ha 7-8 évesek, akkor már el lehet indulni, célszerű elindulni. Én saját tapasztalatból, mondjuk nekem két olyan gyerekem van, akik nagyon jól bírják a gyűrődést, de kisebb gyerekekkel nem szívesen indul el, pláne hogyha meleg is van, nyűgösek is a gyerekek, meg annak függvényében, hogy a Rivierán hol van a szálláshely, valahonnan reggel 6-7 óra körül el kell indulni, és csak este 8-9 körül érnek vissza, tehát kisgyerekkel nem célszerű elindulni. Hogyha van nagymama vagy rokon, akkor ő velük ott lehet hagyni a gyerekeket inkább a tengerparti szállodába az animátorral, és a felnőtteknek érdemes elmenni. Na most fönt Pamukkálénál található ugye Hierápolis, a híres történelmi város, aminek a feltárása mind a mai napig ugye folyamatban van. Nagyon szép első századi, tehát ókori dolgokat tártak föl, folyamatosan kerülnek elő újabb és újabb leletanyagok, de emellett, aki nem csak a történelmi ókori város szeretné felfedezni, van egy Kleopátra fürdője, ahol nagyon nagy müzsgés van mindig, és ebben a medencében, ahol szintén ilyen ókori oszlopok között lehet fürdőzni, ahol állítólag maga Kleopátra is megfordult, ott nagyon kellemesen el lehet ütni a nagy melegben az időt, akár ebédelés, akár pedig hűsítők fogyasztásával együtt, és természetesen maga itt a látvány az, ami igazából megkapó. Sőt, mi több, még itt a Pamukkale közelében, ahogy a tengerpartra mennek vissza az autóbuszok, még egy szőnyeggyárba is, vagy egy szőnyeg manufaktúrába is beszokták vinni az utazókat, és akkor láthatják, hogy a híres török szőnyegek, többek között a repülőszőnyeg is más-más mintával területenként felosztva, hogy készülnek, akár sejemből, akár
Cérnából, akár pedig Gyapjúból. És ha nincs eladó repülőszőnyeg, akkor mondjuk egy másik kiránduló helyre, Kappadókiába, mivel menjünk? Ami már minimum kétnapos program, de inkább háromnapos programként ajánlott, de megint annak függvényében, hogy a tengerpart mely szakaszáról indulunk föl Kappadókia területére, a gyönyörű lovak vidékére. Ott Kónyában mindenféleképpen célszerű tartani megállót, és szoktak is tartani megállót a fakultatív, tehát a kirándulások során. Itt elsősorban ugye Mevlana sírja az, ami meghatározó zarándokhely az iszlám hívők számára, és még egy gyönyörű karavánszerájt szoktak általában Szultánhaninál beiktatni, vagy odaútban, vagy pedig visszaútban. És fönt Kappadókia pedig, ami ugye körülbelül 300 négyzetkilométeres területével, két vulkán működésnek köszönhetően alakuló, vagy kialakult természeti csoda, ez megint csak Rabulejti az utazókat. Itt találhatunk tündérkéményeket, amik itt a felvételeken is biztos, hogy láthatóak. Föld alatti városokban is járhatunk, Kájmakli és Derinkuyu a legismertebb, de természetesen az ókereszténység idejében Göreme néprajzi múzeum, vagy barlangváros, tehát szabadtéri múzeum az, ami szintén a világörökség részeként őrzi az ókeresztény freskókat, illetve régi templomokat. Ezek közül az egyik legszebb az úgynevezett Csatos kápolna, a másik pedig a Fekete kápolna, amit körülbelül 6 évvel ezelőtt adtak át, mert addig restaurálták, és nyitották meg a nagy közönség számára, de akár fölkapaszkodhatunk Ücsiszárba is, vagy Ücsiszárba, megint csak egy ilyen barlangváros, aminek a tetejéről fantasztikus panoráma tárul elénk, de ellátogathatunk Avanos felé, ahol a híres kappadókiai kerámia tárgyakat készítik a fazekas mesterek, illetve ezeket mi is kipróbálhatjuk, hogy hogy készülnek ezek a tárgyak, de természetesen gyönyörű portékákat is lehet vásárolni, de ugyanakkor, ha olyan időjárás van, akkor hőlégbalonról is meg lehet nézni ezt a fantasztikus természeti képződményt, ami ugye Kappadókia területét jellemzi. De itt is el szoktunk menni általában török estre, ami nem kimondottan csak a hastáncból áll, ami Isztambul városában meghatározó, hanem itt a török esten Törökország különböző pontjairól mutatnak be legjellemzőbb táncokat az ottani táncosok, és természetesen a hastánc az, ami meghatározó, de ugyanakkor Kappadókiában vannak olyan ilyen török estet szervező vendéglátó egységek, ahol a kerengő dervisek táncából is kapunk ízelítőt, de ez idő alatt, tehát amikor ezek a kerengő derviseknek a táncait látjuk, szigorúan tilos fényképezni, mert a transzba esés idejét ez megzavarhatja a táncosokat. Tehát igazából fantasztikus ezt látni kell, és mellette a kappadókiai borokat is meg kell kóstolni. De jó, ez az fontos elmondanom a nézőknek, hogy nem tudunk ilyen tempóban minden fotót megmutatni, és minden képet megmutatni azokról a helyekről, amelyekről szó van, de igyekeztem azért a török turisztikai hivatalnak a weboldaláról gyűjteni önöknek filmeket, és találnak ott még további felvételeket, és ahogy én ott bókláztam, tudom, hogy egy nyaralásban nem fér be, meg hogyha ugye a török rivierára megyünk, akkor kicsit messze esik Isztambul, de hogyha itt járunk Törökországban, akkor az én szívem csücskéről muszáj beszélni, és mutatok róla képeket is. Egy néhány szóban isztambuli város látogatásról. Jó, a nézők figyeljék a képeket, mi meg mondjuk el, hogy mi az, ami legfontosabb megnézni. Kezdjük a mecsettel. A kék mecsettel, tehát az mindenféleképpen, aztán az Aja Szófia. Az Aja Szófia az a különleges építmény. Pont 3 évvel ezelőtt kint voltam Törökországban akkor, amikor megszavaztatták, illetve megkérdezték a török, ez a felmérés főleg a fiatalok körében, tehát a 20 és 30 év közöttiek körében zajlott, hogy melyik épületet választanak. Egyetemisták és főiskolások voltak azok, akik ezt a kérdőívet kitöltötték, vagy részt vettek a szavazáson.
hogy melyik épület lenne az, amit ha Törökországot jellemezni kellene, akkor három vagy négy épületet mondjanak, és az első kettőbe benne volt az Hagia Szófia. Aztán természetesen a Boszporusz partja, ami kihagyhatatlan látványosság, a Nagy Bazár, tehát azt is látni kell, a Dolmabahce palota, tehát ezek azok, amelyek igazából hozzátartoznak ahhoz, hogyha az ember 2-3 napra elmegy Isztambulba. A Nagy Bazár az majdnem egy fél nap, vagy egy teljes nap, hát a több kilométeres hosszú utcákkal, illetve kis sikátoraival, az egy külön állam az államba, és hát Isztambul igazából nem Törökország, Isztambul az Isztambul, ami ugye több vallás is a központjaként említhető, és két kontinens területén nyúlik el, tehát Isztambul az igazából még egy év is kevés hozzá, hogy az ember felfedezze minden zegzugos részét, de azért egy 4-5 napot érdemes eltölteni, de ezek a legfontosabb látnivalók azok. Isztambul nagyon sokat fejlődött az elmúlt évek során, metrója van, villamosa van, tehát igazából nekem mindig a szívem elszorul, hogyha Budapestet és Isztambult össze kellene hasonlítani a fejlődés, illetve a fejlesztések szempontjából, mi sajnos fényév távolságra vagyunk el maradva az isztambuli területtől. Van olyan múzeum, ami kötelező látnivaló? Most a Dolmabahce palotát mondta, az ugye kívül esik egy picit, tehát nem a centrumban van, egy picit menik-e villamosan. De nem baj, de akkor is ezt látni kell. Igen, csak úgy nincs feltétlenül benne egy önállóan odaért az utolistának. Igazából ezek azok a fénypontok, amit látni kell. Tehát ezek a legfontosabb látnivalók. A nagyobb múzeumok igazából, tehát el lehet látogatni, de az utazónak, ha Isztambult szeretné megnézni, akkor a Topkapi és a Dolmabahce. Tehát ez az, amire majdnem egy fél napot vagy egy napot rá kell szállni. Aztán ott a Hippodrom, a Fűszerbazárhoz érdemes elmenni, a Taksim negyedbe. Tehát... Jó, hogy mondja a bazárt, mert azt mondja, hogy lehet, hogy hosszú idő kell, egy-két nap is, hogy az ember úgy élvezze. De hát most az embernek, hogyha van valamilyen élménye egy bazárról, ugyanazt látja egy idő után, általában a bazárokat mondom, a zsúfolt bazárokat, ugyanazt látja, és lehet, hogy nem ismeri. Tehát oda például szerintem mindenképpen kell idegenvezető, mert annyi apró helyi szokást, hagyományt tud elmondani, miközben megmutatja az aranyműveseket, miközben megmutatja, nem tudom, a szőtteseket, a mindenféle csoda dolgokat. Ez valóban így van, meg a fűszerbazár az, ami igazából, és egyet kihagytunk. Törökország az a hely, ahol mindig történik valami, és vendégszeretőek, nagyon-nagyon kedvelik a turistákat, hát költeni is kell természetesen, és még egy dolog az alkú. Tehát, hogyha vásárol ami nem megy az a magyaroknak, ember, szerintem. Azért most már mi is kezdünk beletanulni ezekbe az alkudozásokba, de igazából, ha vásárolunk, annak van egy szertartása, és amikor már teával kínálnak bennünket, akkor ott már, ha leülünk teázni, akkor abból már biztos, hogy a török kereskedő látja, hogy ebből vásárlás lesz. Ha nem akarunk alkudozni, ne fogadjuk el a teát. Így van. Legyen ez a végszó. Nagyon szépen köszönöm, hogy beszélhettünk Törökországról is. Köszönöm, hogy itt volt. Én is köszönöm a meghívást. Műsor együttműködő partnere a Harris Travel.